barlangok urak, tisztelt bajtársak, tisztelt hölgyeim és uraim! Ünnepi ez a pillanat. Olyan egyedülálló lehetőséggel állunk szemben, hogy nem értelmezéseket, hanem a résztvevő elbeszélését hallgathatjuk meg arról, ami 50 évvel ezelőtt történt, és ma büszkén mondhatjuk, hogy ez a 56-os magyar szabadságharc és forradalom volt. Körbenézve önökön, azt hiszem, hogy nincs közöttünk olyan, aki még nem emlékszik arra az időre, amikor az 56-os úgymond eseményeket ellenforradalomnak titulálták. Ma már büszkén vallhatjuk, hogy az 56-os forradalom olyan csillag volt az égen, amit nekünk is követni kellene. Hiszen olyan emberi értékeket fogalmazott meg, amik mélyen bennünk vannak, amit időnként mélyen elnyomunk magunkban, de remélem, hogy azok az örök emberi értékek, amiket az 56-os forradalom és szabadságharc mint egy vulkán felszabadított, bennünk is valahol ott szúrjanak. Engedjék meg, hogy az önök nevében is köszöntsem Sinkovics Gyulát, az 56-os szövetséget. Ez az egyedülálló alkalom, ez a mai este, természetesen, mint már mondtam is, lehetőség arra, hogy kérdezzem, hiszen az értelmezés, egy esemény értelmezése akkor a legautentikusabb, ha a résztvevőtől kérdezik azt. Nem pedig úgy, hogy elemagyarázásokkal, újraértelmezésekkel, a történelmietlen mi lett volna, ha, vagy pedig a rész nem vevő elbeszélései alapján próbáljuk az összegzést elvégezni. Én nem is szaporítanám a szót, hiszen nem, én nem kíváncsi a tennőlem, így átadnám a szót Sinkovics Gyulának. Gyula bácsának tartsak. Mély tisztelettel köszöntöm önöket, az 56-os szövetség országos elnöksége, a közép-európai klubpannónia határon túli szervezetek igazgatósága nevében és a szabadságharcos lovagrend magisztrátusa nevében ebben a ünnepélyes gyűlésükön. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem kértek fel az ünnepi beszéd megtartására, hisz olyan helyen mondhatom el beszédemet, ahol volt valami 56-os esemény. Az elmúlt napokban az egész világon ünneplik 1956-ot, azt az óriási jelentőségi eseményt, ami végeredményben a kommunizmusnak a bukásához vezetett. Tegnap Bécsbe voltunk, és köszönetet mondtunk az osztrákoknak azért, hogy a 180 ezer embert átsegítették, helyet adtak nekik is megfelelőképpen, támogatták a továbbutazásukat. Ugyanezen a helyen lehet elmondani köszönetemet a volt jugoszláv köztársaságnak is, aki a több mint 20 ezer embert befogadott és helyet adott a számára. Nem az első táblaavató és emlékműavatásom Szerbiába, Vajdaságba, Horvátországba, már volt több helyen avattam 56-os emléktáblát, illetve ezeknek a táboroknak a fáján helyeztünk el megemlékezésnek a koszorúit. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Csak is az igazat, csak is a tiszta igazat 1956-ról. Ez az arcpoétikája az 56-os szövetségnek. Ebben a gondolatban próbálom idézni majd az eseményeket, mert sajnos még ma is fele más megítélése van a forradalmunknak. Sokan szűk csoport érdekek alapján, mások a régi marxi beidegzési szerint próbálják magyarázni, vagy agyonhallgatni az eseményeket. 3 évvel ezelőtt Horvátországban jártunk, egy 56-os ünnepségen, illetve táblaavatáson. Hazafele jövetkor a magyar vámtiszt megkérdezte tőlünk, hogy hol jártunk. Mondtunk, hogy 56-os ünnepségen voltunk,
Erre a vámtiszt feltette a kérdést, hogy mondjuk már meg végre, hogy ellenforradalom volt ez, vagy forradalom. Úgy gondolom, hogy ehhez külön kommentárt nem kell fűzni, hiszen ez 3 évvel azelőtt történt. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők, Leslie Benn nyugat újságíró mondta, hogy a legújabb kori történelmünkben nem volt olyan esemény, amelyről annyit hazudtak volna, vagy amelyet annyira eltorzítottak volna, mint a magyar forradalmat. A hidegháborút folytató két fél propaganda gépezete hasonlatos hazugságokat tálalt fel. Nyugaton a felkelést kommunista diktatúra elleni nemzeti lázadásként mutatták be, még keleten a kommunista szocializmus megdöntésére irányuló kísérletek tekintették. Egyik fél sem akarta tudomásul venni a valóságos helyzetet, mégpedig azt, hogy Magyarországon társadalmi forradalom volt, amely nem arra törekedett, hogy a régi rendet állítsa vissza, hanem arra, hogy egy radikálisan új társadalmi rendet teremtsen. Olyat, amely demokratikusabb nyugatnál, ugyanakkor szocialistább keletnél. Elmondhatjuk, hogy a forradalomban részvevők részére 1956 sokkal több volt, mint a gyűlölt elnyomó rendszer elleni felkelés. Az emberek sorsuk irányítását saját kezükbe vették, és cselekvően beleszóltak alakításába. A forradalom fejezte ki törekvésüket egy jobb holnapért, egy új világért. Az 1956-os forradalom céljaiban, törekvéseiben messzebbre ment, mint a párt, vagy annak a reformszárnya. Felszabadításért vívott harc a forradalmi bizottságok, a munkástanácsok autonóm mozgalmába fejeződött ki. A forradalom nem pusztán a jogállam megteremtését és a többpárt rendszer bevezetését célozta meg, hanem olyan strukturális változást célzott meg, hogy radikális demokratizálással a nép kezébe helyezi a hatalmat. Ezt a harcot előkészítették úgynevezett reformkommunisták. De a forradalmat a diákok, a katonák, a munkások és a pesti srácok vívták ki. A magyar forradalom legnagyobb vívmányát abba kell látni, hogy megteremtette a népi hatalom tökéletesen új struktúráját, a munkások által közvetlenül ellenőrzött munkástanácsok államát. A munkástanácsok központi végrehajtó szervei nem voltak valamilyen független országgyűlés előtt végrehajtó szervei, nem voltak az országgyűlés felelősei, és nem is akartak ilyen testületté válni. Felelősségük közvetlenül magukkal a munkástanácsokkal szemben állt fenn. Így módon a munkáshatalom valóban azonos volt a munkástanácsok országos szervezetével. Ezek viszont maguknak a munkásoknak tartoztak közvetlen és azonnali felelősséggel. A munkások olyan hatalmat teremtettek, mely saját életüket képviselte, és önön érdekeit védelmezte. Olyan hatalmat, mely az utcatörvényében és a gyárak ellenőrzésében valósult meg. Amikor a Kádár kormány és a kommunista párt rohamot indított a munkástanácsok ellen, világosan megmutatta, hogy céljuk az volt, hogy kicsavarják a hatalmat a munkások kezében, és olyan kormánytestületre bízni, amelyre magának nincsen semmi közvetlen és szerves kapcsolata dolgozó lakossággal. Habár elméletileg ismét csak annak felelős, a munkástanácsok nem arra törekedtek, hogy önálló hatalmat vívjanak ki, sem társadalmi gyökereik, sem politikai érdekeik nem eredményeztek semmiféle törekvést a nép fölötti uralomra, semmiféle igényt a társadalom felülről való ellenőrzésére, lényegük éppen abból állt, hogy forradalmi intézményként olyan szervek voltak, melyek révén a nép közvetlenül uralkodhatott, és a társadalom önmaga urává válhatott. A magyar munkások tehát a gyárak feletti közvetlen ellenőrzés gyakorló munkástanácsok révén
egy csapásra szétzúzták a kommunista párt korábbi államhatalmát, és megnyitották az utat olyan társadalom felé, ahol a politikai uralomból társadalmi hatalom lesz, és ahol a személyek feletti kormányzás helyébe a dolgoknak az igazgatása lép. Elnézést kérem, hogy kitért a munkástanácsok sok rövid ismertetésére, illetve szerepükre, de úgy gondolom, hogy keveset foglalkoztak annak idején a munkástanácsok 56-os szerepével. Megállapíthatjuk, hogy a forradalom hatása messze túljutott Magyarország határain, és érdeklődést, csodálatot keltett az egész világon. Bármilyen csodálatos is volt a magyar forradalmunk és szabadságharcunk, bizonyos erők szövetkeztek a leverésére. Ennek a Szovjetunión és a hazai ortodox erők kommunistákon kívül nemzetközi oka is volt. Az egyik ilyen ok volt, hogy nyugatot megosztotta a szuezi váltság. Természetesen nem ez volt a fő ok. A szovjet vezetőséget az bátorította fel, mert meg volt győződve arról, hogy az Egyesült Államok semmit sem kockáztat Magyarország szabadságáért. Ennek tudatában a nyugaton nyugodtan szervezhette támadási tervét, hisz Amerikától nem kellett tartani, és neki ez volt a fő. Katonai feltételek adottak voltak, így titokban az új hadosztályok megindultak Budapest felé, akkor, amikor erről beszéltek, hogy kivonják a régi csapatokat. Az amerikai államférfiak beszédeikben, nyilatkozataikban állandóan ismételgették, hogy szívügyük közé kelep Európa népeinek szabadsága, Eisenhower és Dulles ilyen irányú megnyilatkozásaiban nem volt hiány. Budapesten a felkelők remélték az amerikai segítséget. Amerika 1956-ban erősebb volt, mint a Szovjetunió, de mégis a Szovjetunió félemlítette meg Amerikát. A moszkvai politika elhitette Amerikával, hogy a Szovjetunió minden kockázatot vállal magyarországi uralma fenntartásáért. Nem ezek voltak a veszélyesek, melyek elrentették őket, hogy alul maradtunk, hanem az a tény, hogy nem voltak hajlandók megfizetni a győzelem árát, mondta Kissinger. Összefoglalva, Eisenhower elnök közvetlenül tudtára adta a Szovjetuniónak, hogy nincs mitől félnie, hisz október 31-én az amerikai néphez intézett beszédébe kijelentette, hogy Lengyelország és Magyarország nem tekinthető az USA potenciális szövetségesének, így a beszédet követő negyedik nap hajnalán elindultak a szovjet páncélosok Magyarország ellen. No, de idézzük a korszak egyik legjelentősebb amerikai szereplőt, Robert Murphy, USA külügyminiszterének emlékezéséből. Idézem, visszatekintve az eseményekre, azt mondhatjuk, hogy a Magyarország elleni szovjet agressziót a világ nem fogadja el, és ma is elképzelhetetlen, mert álnok hitszegés történt. Egy szabadságra vágyó nép könyörtelen elnyomása. Magyarország örökre a szabadság régi, klasszikus szimbóluma lesz. A történelem talán bebizonyítja, hogy a szabad világ igazi beavatkozhatott volna, és megszerezhette volna magyaroknak a hőn állított szabadságot, de itt nálunk, a külügyminisztériumban senkinek nem volt tehetsége vagy fantáziája, hogy ezt az utat megmutassa. Itt az idézet vége. Tisztelt ünneplők, hölgyeim, uraim! Megpróbáltam rövid áttekintést adni az 1956-os forradalmunkról és szabadságharcunkról. Büszkeséggel emlékezzünk nemzeti ünnepünk 50. évfordulóján a megtett útra, a megpróbáltatásokra, a szenvedésekre. Alázattal hajtsuk meg fejünket a harcokban elesett és kivészett bajtársaink emléke előtt. Mi élők pedig ne feledjük el 1956 üzenetét. Vigyük és adjuk át 1956 nemes eszméjét gyermekeinknek és unokáinknak. Engedjék meg, hogy Jobbágy Károly 1956
október 29-ért versével köszönjem meg, hogy meghallgattak. Rólunk beszélnek minden nyelven. Sikong az étel és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. Nem akartunk híresek lenni ilyen áron, semmiképp, hisz bánatunk már végtelen. Mások csodálják bátorságunkat, még naponta meghalunk, Dzsidda és golyóverját hátunk. Mi megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, csak a rádió kiabálnak, mint akinek már mindenképpen mindegy. Hát életet adunk szabadságért cserébe. Tisztelt hölgyeim és uraim! Halandó testünket könnyű ünneplőbe öltözhetni. Lelkünket nehezebb, pedig ennélkül nem ünnep az ünnep. Köszönöm, hogy meghallgattak. Lehet kérdezni. Lehet kérdezni. Tisztelt hölgyeim és uraim! Fogalmazzák meg kérdéseiket. Nem vesz egy túlságosan nem. Személyes. Ez egy ilyen beszélgetés lesz. Igen. Tessék. A te 56-odról szeretnék pár gondolatot hallani. Tehát hogy élted meg, hol voltál? Én 1956-ban a karcagi Rizsántól Malomnak voltam ilyen minőség ellenőrző vezetője. Akkor, mikor Budapesten kitört a forradalom, az legelső munkás tanácsot Karcagon én alakítottam meg, és másnap már a Karcagi Városi Forradalmi Bizottságnak lettem egyik tagja, ami azt jelenti, hogy hozzám tartoztak a malmok, az élelmezés, tehát pékek, ezek tartoztak én hozzám. Na, mindenki jól emlékszik arra, hogy a forradalmi időkben 28-a körül már az oroszok szedték össze az embereket, és 30-a után kezdték kivinni Ungvárra az embereket. És Karcagon, mikor vitték ki a szerelvényekből a fiatalokat, meg az egyetemi tanárokat, meg egyebeket, akik összetettek az oroszok, kidobálták a leveleiket, és akkor mi csináltunk egy nagy sztrájkot. November 15-én meghirdettük a sztrájkot, és a munkás tanácsok elnöksége táviratot küldött Kádár Jánosnak, ami úgy hangzott, hogy tisztában van-e azzal, hogy magyar állampolgárokat Szovjetunióba visznek ki, mi a véleménye önnek erről, s mit hajlandó tenni ennek érdekében, hogy megszűnjön a magyar kormány. Ezt a táviratot nagy örömmel továbbította a posta, és a 57 májusában tartott bírósági tárgyalásomnak egyik ilyen terhelő bizonyítéka volt, meg lehet találni az anyagomba, mert ez egy ilyen nagyon éles megfogalmazása volt a kormány felé. De ez csak egy része volt az én tevékenységemnek, mert akkor, mikor a szovjet csapatok 4-én bejöttek Magyarországra, illetve hát kezdték leverni a forradalmat, akkor nálunk egy fegyveres szervezkedés alakult, amiben zömmel fiatalok voltak, hisz aki emlékszik arra, hogy volt egy MHS mozgalom, ugye fiataloknak különböző katonai, félkatonai szervezete, ejtőernyősök és rádiósok, meg egyebek. Ebben egy csomó ejtőernyős fiatal vett részt, és ezt a szervezkedést 57. február 4-én az ÁVÓ ugye leleplezte, és 4-én vittek be bennünket a Szolnoki Államvédelmi Hatóságra, és májusában ítéltek el bennünket, többek között engem, mint elsőrendű vállalat, a Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés vezetése és irányítása címén életfogytiglani ítéletre, és 10 év politikai jogvesztéssel.
Ez volt az én tevékenységem ezzel kapcsolatosan. Komoly ítéletek születtek meg, mert a másodrendű vádlottnak is 15 év, 12 év is. Szóval a vérbírók megfelelőképpen próbálták súlyozni a dolgokat és hozni az ítéleteket. Köszönöm szépen. Tessék. További kérdést tennék fel, engedelmet. Tessék. Óhatatlanul felvetődik a kérdés Szabadkán, illetve Palicson, hogy vajon vidéken, tehát Karcaga nagykunságon, mennyire voltak tájékozottak a munkástanács vezetői, a munkástanácsok eleve arról, hogy Jugoszlávia szerepe ebben a forradalomban milyen? Hát voltak-e információk? Információk voltak. Mert a munkástanácsoknak a létrejötte, az némiképpen azért a jugoszláviai munkástanácsok témájával is paralel függött össze. Ez volt benne valamilyen irányzat, igaz, hogy másképp alakult, de mi tisztában voltunk azzal, hogy ugye, mikor a láncos kutyák volt annak idején, hisz végre mi emlékeztek erre, és emlékezünk erre, és arra is kell tudni, hogy végeredményben itt a határ mentén ugye komoly védő művek voltak, ugye katonaság részéről kiépítve, és a szuezi váltsággal kapcsolatosan is volt egy olyan, ugye, hogy megszűnt a határzár, és emlékezünk mi arra, hogy jöttek be szovjet csapatok, és a Dunánnal keresték, hogy hol a Suez. Mert ezt akarták, ugye arról volt szó, hogy ők mennek majd Suezbe. Volt egy ilyen elképzelés, szovjet katonák, akik bejöttek, az újabb transport, Suezt keresték Budánál, a Dunánál. Volt ilyen is. Érdekelne, hogy volt része testi tenyítésben a bírósági tárgyalás lefolytatása, rákényszerítették egy esetleges beismerő vallomásra, amellett pedig mekkora ember áldozattal jöttek. Nem, én ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy aki ismeri a ávónak a ténykedését, az tisztában van azzal, hogy hogy is történt végeredmény, mondjuk egy befogadás. Február 4-én nagyon ködös nap volt, és este 8 óra körül éltünk a szolnoki ávóhoz. Engem, mind a vezetője, az egész részlegnek a vezetőjét külön vittek be, nem a nagy autóba, a Csepel autóba, vagy autóba, hanem külön kocsi vittek, hogy nehogy tudjak beszélgetni ugye a bajtársaimmal. A befogadás az úgy történt, hogy bevittek a fürdőszobába, vagy mosdóba. Fürdőszoba, nem úgy kell érteni a fürdőszobát. Aki katona volt, tudja, hogy mik azok a mosdók, ugye a plén mosdók, meg egyebek. Letettek középre egy széket, levetkőztettek szűzanya mesztelenre, ott állt három ávós gumibottal, és mondták, hogy na most itt a szék, és tessék futni körbe. És akkor futni kellett, és ütöttek. Egyik ütött, másik ütött, harmadik ütöttek. Mikor hogy jó lelongyoltak, ugye szaknyelven fejezem ki magamat, akkor abban jó tisza, hideg tisza vízből, ilyen fél literes bádok bögrével odadták, most igyon az egészségünkre. Mivel ugye egész nap nem ettünk, mert reggel óta már ott voltunk a karcagi rendőrségen, hát kibírt azt a hideg vizet meginni, akkor megfordították, jé, nét az anyja mindenit, magyarul mondták, nem akarok mondani, nem iszik az egészségünkre. Na akkor futás újból. És akkor ez így ment, akkor utána aztán szépen bevittek az árkába. Aki ismerte mondjuk az ávónak a
ilyen vastag szőnyeg mindenütt ugye a folyosón úgy lehet menni, hogy az embernek nem lehet hallani a lépéseit, és akkor bekerültem egy magánzárkába, egy személyes magánzárkába, és utána éjfélkor valamikor vittek le kihallgatásra. De úgy, hogy úgy belém rúgtak, hogy most ébresztő, nem szóltak, csak úgy belém rúgtak. Levittek, és a zárkák fönn voltak, a kihallgató irodák len voltak a földszinten, bemegyek, füst vágni lehetett, a füstök, minden, akkor körülnézek, aludtam, ugye előtte én nyugodt lelkiismeretű ember voltam, aludtam, és mondom, jó estét vagy jó reggelt, így beköszöntem a kihallgatóknak ott. És akkor rám nézve, százados, az volt a parancsnok, mondja, mi az maga, aludt? Hát mondom, miért ne aludtam volna? Kérem, akinek nyugodt a lelkiismeret, az tud aludni. És volt egy gépíró nő, valaki, majdnem nekem ugrott, hogy merek én ilyet mondani, hogy én nyugodtan tudok aludni. Hát mondom, én nyugodtan tudok aludni, nekem nincs semmi olyan bűnöm, amiatt én ne tudtam volna aludni. No, ez csak egy ilyen valami. Nem kell elmondani, hogy a falhoz, hogy kellett állni, ha valaki jött, akkor el kellett fordulni, nem lehet látni senki, nem szabad senki se felismerni, vagy valami, de ez már ez valami. Na most egy hónapig voltam a Szolnoki Ávon, utána elvittek a főutcára. A főutcán az 5. emeletre kerültem, ahol görögök vigyáztak rám. És ugye tekintett arra, hogy egy hónapig nem kaptam tiszta fehér neműt, meg a zoknyomat is ki kellett volna mosni, hát akkor fogtam magam, és a WC-kagylóba kimostam a zoknyomat, mert hát azért az ember hozzá volt szokva, hogy valamiféleképpen tisztálkodjon, de itt nem volt lehetőség arra, nem adtak rá lehetőséget, nem adtak tiszta ruhát sem egy hónapon keresztül. Na és akkor lényeg az, hogy a százas égő az embernek állandóan a szemébe világítva, hideg, február, március első napjaiban hideg volt, ha a kendbe betette, mondjuk fázott a keze, be akarta tenni a takaró alá, akkor rázörgették a görögök az ajtót, hogy álljon meg a menet, hát nem, hogy nem szabad neki eltenni a kezét, meg nem tudom, micsoda. És a lényeg az benne, hogy ugye, ott mondták, hogy kellett neked talprad a magyar, mondta a görög mindig. Állandóan ez volt nekik a szavajárása. Kellett neked talpat a magyar. És onnan kerültem át a Markóba, ahol voltak ügyészségi kihallgatásaim. Egy zárkába, egy olyan kis zárkába 25-en voltunk. 12 ilyen kis szalmazsákon, két embernek egy szalmazsák, és én meg 25-nek kerültem be a zárkába, úgyhogy nekem nem volt helyem, csak aztán ugye ahogy így össze voltak rakva, az emberek összefeküdtek, és a lábak közé lefeküdtem, és akkor aludtam valamiféleképpen. Tehát jobban beszélne arról, hogy a poloska, meg egyéb, ami ott volt a Markó utcában, az egy kriminális valami volt, de hát ezt is kibírtuk, nincs ezzel különösebb probléma. Meg volt az ítélet, utána átvittek a gyűjtőfokházba, és ott én bekerültem egy asztalos üzembe, és asztalos üzemben dolgoztam, soha nem voltam asztalos, de hát asztalosként dolgoztam a szabadulásomig, illetve közben még elkerültem Vácra. Vácon nem sokáig voltam, csak 3 vagy 4 hónapig, nem csak én, hanem a többiek is. Nagyidőseket átvitték Vácra, utána ezek a kisidősek nem akartak dolgozni, amíg visszahoztak Vácra, és utána megint megcsináltak a helycserés támadást. Ez van. Élelmezésről egyelőre ne beszéljünk, mert mindenki tudja, hogy és miképpen vannak a börtön ellátások. De egyet el tudok mondani, hogy annak ellenére, hogy be voltam zárva, nagyon jól éreztem magamat. Mert olyan emberekkel voltam együtt, akinek egyértelmű úgy gondolkodott, mint én, volt neki problémája, tudott gondolkodni magyarul,
tudott gondolkodni a hazáról, és voltak közös olyan témáink, amivel egyértelműen egyet tudtunk érteni, és meg is tudtuk beszélni a dolgokat. Az egy kis akadémia volt végeredményben a börtönben. És a másik az, hogy én olyanokkal is voltam, hogy nem csak 56-osok voltak, hanem már 56 előttiek voltak. Egyik zárkatársam az 1948-ban, amikor voltak az iskolák államosítása. Biztos hallottatok róla, és akkor egy rendőr véletlenül agyonlőtte magát, és ebből csináltak egy nagy ügyet, egész Ávó kivonult, egész Pócs Petri az fekete listára került, a plébánost elítélték életfotra, a volt hortista tartalékos tisztet felakasztották, nem volt neki semmi bűne, felakasztották, és ennek a tanítója, akit kapott életfogytot, az nekem volt zárkatársam. Az 56-ba volt egy fölülvizsgálat, akkor szabadrába került, de 57-ben bekerült a forradalom, azt visszahozták őt. Úgyhogy mikor én kiszabadultam, akkor még ő benn maradt. Annak ellenére 15 évet töltött le a szocialista börtönben. Úgyhogy nagyon jó barátom volt. Tessék. Hölgyeim, uraim, kérdés. Amnestia volt, egy általános amnestia, emlékeztek rá, hogy az ENSZ előtt volt egy ilyen határozat, és végeredményben amnestiával szabadultunk ki. De a politikai jogvesztés az megmaradt, úgyhogy 10 éves politikai jogvesztésem megvolt. Én mikor kikerültem, akkor még volt 3 éves próbaidőm, és azon kívül volt egy 10 éves politikai jogvesztésem. Úgyhogy én nem mehettem, sem útlevelet nem kaphattam. Harmadosztályi állampolgár voltam, csak egy szerencsém volt, az, hogy nekem van egy szakmám, voltam egy Molnár szakmám, és én még Molnár is tudtam dolgozni, úgyhogy voltam könyves, voltam jégárusító, voltam lókísérő, minden, amit el tudsz képzelni egy szocialista rendszerbe, egy értelmiségi embernek, mert az apámat is bezárták a börtönbe 1950-ben, ő csak a Somoskői kőbányában dolgozott egy éven keresztül. Úgyhogy van ilyen dolog. Tessék, parancsolja. Szeretném, hogyha néhány szóval esetleg, hogyha mindezt az eseményeket követően azok az emberek, akik meggyőződésből csinálták, azok a bírák, akik meggyőződésből példaképpen elrettentő módon ítélték az embereket, vagy azok, akik kínozták, hogy a továbbiakban aztán nyugodtan meghaltak és eltávoztak az élő sorából, vagy pedig találkozhatnak még ma is velük, vagy belátták bűneiket, vagy néhány szó érdekelne ezenek az emberünk a lélek világából, akik mindezt tették. Ha a vérbírákat nézzük, ezek az emberek általában azok az személyek voltak, akinek valami múltbeli dolga volt. Vagy horti rendszerben volt bíró, és átvette a szocialista igazságszolgáltatást, és próbálták őt megfelelőképpen presszionálni arra, hogy ő mondjon ítéletet. Tehát ezek az emberek egy része olyan volt, akit végeredményben tudtak megfelelőképpen irányítani. Azt mondták neki, hogy na öregem, vagy csinálod, vagy valami problémád lesz. Na most ennek egy része, mi tudunk olyat, aki öngyilkos lett a rendszerváltás következtében előtte, de a bíróknak a nagy része azért úgy elsúnyadt, elbújt valamiféleképpen. Jellemző dolgot mondok el. Akkor, mikor én szabadrába kerültem, és mondtam, hogy most megkeresem a bírómat, aki engem elítélt.
Az a bíró annak idején, ez egy olyan bíró volt, aki az Ganz gyárba valamilyen pincér volt annak idején. És akkor elküldték őt iskolába, ilyen nyolc talpaló jogász iskolára, és lett belőle bíró. És mikor az én ügyem volt, akkor ő a bíróságnak már az elnöke volt. És mikor hazajöttem, mondom, elmegyek, megkeresem ezt a bírót már. Szembenézek már vele. Elmentem a Markó utcába, mert ott volt a székhelyenek, az irodája. Mondom a portát, hogy keresem a volt bírómat. Mondja nekem, hogy az már nem olyan nagy ember, mint annak idején volt. Azt mondja, most már nincs egy olyan nagy irodája, most már csak egy kis irodája van neki. Itt megmondta, hogy hol találom meg őt. Bemegyek, bekopogok, és mondom neki, hogy ne haragudjon, hogy én most eljöttem önhöz, de szeretném felvilágosítást kérni, mivel most kiszabadultam, hogy és miképpen tudnám magamat rehabilitáltatni. Mert mondom, ön volt az, aki engem megmázsált annak idején, mondom, életfogyra. A felesége meg ott ült mellette valóban a kis irodának a székén. Nem kell mondani, az ember az hogy nézett rám, és mondta, hogy hát ő sajnos hogy nem tud nekem most már semmi felvilágosítást adni, majd keresem meg máskor őket. Tehát ilyen ember volt, ez egy ilyen jellemző eset, hogy valamikor ezek az emberek vagy gyors talpalók voltak, vagy olyan emberek voltak, akinek valamiféleképpen vaj volt a füle mögött, és rá lehetett kényszeríteni arra, hogy kimondják a 10 ítéletet, halálos ítéletet egy ültőbe. Mert volt olyan, akkor, mikor minket elítéltek, akkor, amikor volt egy Miskolc ügy előttünk, az a bíró 10 halálos ítéletet mondott ki sorozatban. Abból 7-et vagy 9-et, vagy 7-et ki is végeztek. Szóval az igazságszolgáltatás az egy olyan valami volt, hogy magának a rendszernek lényege az volt, hogy valamiféleképpen megfélemlítse az embereket. Ne is próbáljanak arra gondolni, hogy egyáltalában lehet szabadságról beszélni, meg függetlenségről. Ez volt a lényeg az egész megtorlásnak. Sajnos. Mai fejleményekkel kapcsolatban. Igen. Hát, hogy a történelem ilyen sorsot hozott, ugye, hogy azt mondjuk, hogy az unokák vagy a fiai kerültek hatalomra, akik az önök vérbírái voltak. Vagy ugye azokat a fajkásokat mondjuk. És akkor milyen szívvel, meg milyen gondolattal vannak most önök? Hogy gondolnak mostanára a jelenség? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert mi, aki 56-ban mindig azt hangoztattuk, hogy semmi olyan dolog ne történjen meg, ami jogtalan. Mert azt mondtuk minden esetben, hogy úgy tessék viselkedni, hogy te, neked nincs jogod valakit felelősségre vonni, majd ha lesz egy olyan bíróság, tehát lesz egy rendszer, amin meg lesznek független bírói, azok mondják ki majd az ítéletet, és azok vonjanak felelősségre. Mondjam azt, hogy félre sikerült rendszerváltás? Nem akarom ezt mondani, de mondhatnám. És azt is el kell mondani, hogy nagyon összekeverik az emberek az 1956-ot, meg a mostani eseményeket is. Pedig az nem egy és ugyanaz. 1956-ban volt egy diktatúra, nem volt szólásszabadság, nem volt gyülekezési szabadság, nem voltak demokratikus jogok. Ma van. Mindegy, hogy most ezt a kérdést hogy nézem, de egyértelműen ma ezt nem mondhatom, és én soha nem fogom tudni azt egy szintre hozni, mint ahogy mondják,
példának a tévé székháza előtt történteket, most ugye rátérek a napi politikára, elnézést, összegmossák 1956-tal. Ez nem igaz. Az nem 56. Ami ott történik, az nem igaz. Mert aki részt vett a forradalomban, nagyon jól tudja, hogy ott voltak a kirakatok, ékszerkirakatok voltak, be voltak törve, és senki nem vette ki az ékszert. Ott voltak a pénzgyűjtő dobozok, és senki nem vette el a pénzt, és gyűjtötték az elesett és a megsebesült bajtársak részére. Tehát nem szabad összekeverni 1956-ot a mostani eseményekkel. 2006. október 6-án kiadtam egy közleményt elnökségi határozatba, magyar táviratodra felé, amiben felkértük a pártokat, társadalmi szervezeteket, civil szervezeteket, hogy próbálják meg október 20-ától november 5-éig felfüggeszteni a nézeteltéréseiket, próbáljanak valamiféleképpen alázattal ünnepelni 1956-ot. A világ mindenütt ünnepli 56-ot. Mi nem tudjuk megünnepelni 56-ot. Most nem rólunk van szó, mert ez egy nagy ünnep, ami most, és nekem ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy végeredményben megemlékeznek itt 56-ról. De nekem szomorú az, hogy mi a nagy ünnepünket nem tudjuk olyan alázattal ünnepelni, mint ahogy meg kellene tudni ünnepelni 56-ot. Mert az akár tetszik, akár nem, mi voltunk, akik 56-osok bevertük a koporsó szöget a Szovjetuniónak. Vagy mi voltunk, akik megrepesztettük ugye a nagybástyát annak idején. Mindig azt mondtuk, hogy a nagybástyát, a Szovjetun nagybástyáját. Tehát ez így néz ki a dolog. Nem igen értem, hogy gondolom, nem igen válaszolt az egész kérdésem, hogy a mai helyzetben azok, akik voltak mondjuk a vérbírák, igen, és azoknak az utódai, vagy az az utód pár, aki mai nap uralja a politikai helyzetet, és az, hogy náma ünnepli az 56-ot, vagy annak a szellemiségét? Na. Ha azt mondjuk, hogy demokrácia van, ha azt mondjuk, hogy több pártrendszer van, ugye, mert azt mondjuk, hogy több pártrendszer van Magyarországon, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy azok a jobboldali pártok, meg a baloldali pártok, de mondjuk a jobboldali pártokról vegyünk a jobboldali pártokat, végeredményben hogy politizáltak, hogy mégis megmaradtak mondjuk ezek az utódpártok. Tehát ez egy politikai kérdés végeredményben, mert ha okosan politizál egy jobboldali szervezet, vagy jobboldali párt, akkor meg lehet nyerni egy választást, de olyan hibás politikával, szervezéssel, meg egyebekkel, amit elkövettek, azt csak el lehet veszíteni. Tehát végeredményben a probléma ott van, hogy nem úgy használták ki az adott lehetőséget a több pártrendszerbe, a demokráciába, hogy meg tudták volna szerezni mondjuk a jobb oldala hatalmat. Tehát érted, hogy mit akarok ezzel mondani. Mert én annak idején, mikor volt a országgyűlési választás, és akkor visszagondolsz arra, hogy az MSZP hogy vitte be az SZDSZ-t, mint társpártot, saját pártján keresztül, saját párttagjai szavazták be az SZDSZ-t, végeredményben itt hibázott mondjuk a Fidesz, mert egy kalap alatt vett minden pártot, és minden pártot egybe akarta begyűjteni, tehát végeredményben neki is kellett volna lehetőséget biztosítani, legyenek olyan keresztény nemzeti elkötelezettségű pártok, akivel ő tudott volna koalíciót kötni. És meg tudta volna szerezni a koalíciót.
vagy a hatalmat. Hát itt a probléma ott volt. Mindent besöpörtek egy pártba, és ez így nem ment. Mert ugye tudomásul kell venni azt, hogy a jobboldali párt, nem, hogy a Fidesznél se. Fidesz párt, Fidesznél sem mindenki szereti mondjuk Orbán Viktort. De embereknek egy része nemzeti, konzervatív, elkötelezettségű, gondolkodású ember, de van egy másik olyan párt, amivel később ő esetleg tudóan csinálni koalíciót. De nem ez történt. Kisgazdapárt felszámolott, tehát nem kell mondani, ezt nagyon jól tudod, hogy felszámolták végeredményben ezeket a pártokat. KDNP-t megcsináltak, bevitték a pártot, bevitték egy központi gyűjtőpártba. Azt akarja mondani, hogy az MSZNP-hez valahogy rehabilitálta magát? Azt így nem lehet mondani, hogy rehabilitálta magát, mert egyértelműen nem felejtik azt az emberek el, hogy ki volt, hogy volt, miképpen volt, milyen disztitkár volt, vagy nem tudom, micsoda volt, nem felejtik ezt el. Csak vannak demokratikus jogszabályok, na, mondjam meg így, amit így nehéz másképp meghatározni, csak törvényi úton lehet valamit megcsinálni. Törvényeket kell meghatározni úgy. Most a probléma ott van. És most menjünk vissza. Annak idején nagyon jól tudjuk, hogy az egész választási törvény nem olyan, amilyennek kellene lenni. Nagyon jól tudjuk, ugye. Akkor, mikor volt egy Fidesz kormány, miért nem tudtunk változtatni rajta? Miért nem tudtunk fölkészülni egy lehetőségre, egy választási lehetőségre, másképp választani majd. Tehát itt vannak a problémák, hogy meg vannak kötve a jogszabályok által meg van kötve az embernek a keze. Nekem visszatérve 56-ra, a magyar szabadságharcosok mennyire hittek abban, hogy a Nyugat-Európa és talán az Egyesült Államok is segíteni fog a magyar szabadság harcban egyáltalán, és hogy a Szabad Európa Rádiónak, aki tudjuk, hogy állandóan biztatta a magyar szabadságharcosokat, milyen szerepe volt ebben, tehát pozitív, negatív értelemben? Hát ebbe azért lehet így mondani, hogy az utolsó percig mi hittük azt, hogy valami segítséget fogunk kapni nyugatól. Mert többek között a mi szervezkedésünkben is ki egy repülős tisztet küldtünk ki nyugatra, pontosan azért, hogy próbálja fölvenni a kapcsolatot, és nekünk valamiféleképpen fegyveres segítséget keresni valamiféleképpen. De akkor, mikor az amerikai elnök szabadkezet adott a Szovjetuniónak, akkor már a pesti srácok, meg az ellenállók, szabadságharcosok végeredményben már csak a düh vitte őket. Meg az, hogy azt érezték, hogy megalázta őket nyugat egyértelműen, a sok ígérgetésével. Szóval a problémák itt vannak. Tehát volt egy, a propagandának óriási szerepe van, hát ezt nem kell mondani. Hát itt van Magyarországon, jelen esetben is milyen szerepe van a propagandának. Szabad Európa, Amerika hangja, mindenki mondta, hogy mindenki, minden segítséget meg fogunk adni. És akkor, mikor kellett volna segíteni, akkor nem jött segítség. Sajnos ez így van. Utolsó percig hittek az emberek, próbáltak hinni. De ez jellemző emberi magatartás is, mikor az ember fuldoklik, akkor is, még a szalmaszálba is belekapaszkodik, hogy valamiféleképpen megmentse az életét. Ez vonatkozik erre is. Ott. Hát a délutáni ünnepséget többször hallottunk utalásokat arra, hogy a Jugoszlávia területén által a 19 befogadó központ volt, mintegy 20 ezer nemzettársunk keresett itt menedéket. Engem azért érdekelne az ön személyes meglátása, véleménye a Jugoszlávia szerepvállalása kapcsán, de itt elsősorban forradalom utáni időszakra gondolok, Nagy Imre miniszterelnökkel kapcsolatban. Tehát ön hogyan értékeli Jugoszlávia és Tito szerepét ezekben a kérdésekben?
ha most boncolgatjuk, hogy ez a 20 ezer ember közül hány embert adtak vissza. Én nem akarok számokkal zsongleskedni, de én tudom azt, hogy hány embert adtak vissza, hány embert engedtek el mondjuk Olaszország felé, és hány ember maradt itt. Mert annak idején, amikor itt voltam egy táblaavatáson, ezeket a számokat elmondtam, de tudomásul kell venni, hogy annak idején, amikor megegyeztek Titóék, ugye, Brioni szigetén, vagy hol volt az a találkozó, akkor egyértelműen bekövetkezett a Nagy Imrének a követségről való eltávolítása. Ő megígérte azt, hogy politikai menedékjog, ott lehet minden, mint annak idején, ugye Mindszentír az amerikai követségen 11-nyány évig ott volt. Ők végeredményben kiadták, fölkérték Nagy Imrét, ugye, hogy most ha jó lenne, hogyha hazamennének. Ugye ez így hangzott el, hogy most ti haza fogtok menni, szabad, kaptok gépkocsit és hazamentek. És tudjátok nagyon jó, hogy már a szovjet katonák ott álltak kocsi irány Románia, illetve először a Mátyásföldi repülőtér, és utána irány ki a romániai táborúba, helyükre. Tehát végeredményben ezt is meg lehet határozni. Nem akarom bántani ezeket a dolgokat. De egyértelműen mondtam, hogy ez így következett be, volt egy megbeszélés következtében, végeredményben szabad utat adtak annak, hogy őket eltávolítsák a követségről, illetve kivigyék Romániába őket. Ez van. Nem tartozik a forradalomhoz, de azt gondolom, hogy mindannyiunkat érdekel. Nagyon sokat beszéltünk az utóbbi években, évtizedben a kettős állampolgárságra, vagy a határon túljak esetleges magyar állampolgárságáról. Jól bátyánk, hogy látják? Akkor, mikor Mádi köztársasági elnöknek volt egy nyilatkozata, kettős állampolgársággal kapcsolatosan, és mondta, hogy meg kell adni a kettős állampolgárságot. Előtte való nap voltam fönt a köztársasági elnöknél, Mádénál, és azt hiszem, akkor mentem le Újvidékre, és következőt kértem a elnöktől. Engedd meg, most megyek át Vajdaságba, hogy elmondjam a kettős állampolgársággal kapcsolatos véleményedet, meg a mi véleményünket, mert mi is megjelentettünk ezzel kapcsolatosan a távirodán keresztül egy kommunikét, amivel egyetértettünk a kettős állampolgárság kérdésével, támogattuk a köztársasági elnököt. Mondta nekem, hogy jó, elmész, mondd el, hogy egyetértünk maximálisan, közös a gondolatunk ezzel, de vigyázzál és okosan politizáljál. Na, ezzel váltunk el a köztársasági elnöktől. És ezt én el is mondtam annak idején, azt hiszem Újvidéken vagy Szabadkán, valahova itt voltam Vajdaságban akkor, mikor ez a kettős állampolgárság kérdése volt. Na, az, ami bekövetkezett december 5-én, az egy szomorú dolog. Én egyértelműen úgy tudom meghatározni, hogy elárultunk a nemzettestvéreinket. Ez egyszerűen, nem lehet másképp meghatározni, ez egy árulás volt. És egy miniszterelnöktől, ami ez történt, hogy ellenpropagandát fejt ki, ez én szerintem sem magyarság tudattal nem függ össze, sem mással. Ez egy sajnálatos tény és sajnálatos körülmény. De bízunk abban, hogy azért még meg lesz a kettős állampolgárság. Van és elégségesen járjunk meg. Na, erre elmondok egy példát. Akkor, mikor a Fidesz kormány megalakult,
Volt nekünk egy márciusi ünnepségünk Budapesten, ahol a Pokornyi oktatási miniszter hivatalos vendégünk volt, és a 10 órai kezdés előtt egy órával előbb érkezett oda a színhelyre, és a következő kérdést tettem föl a Pokornyi miniszterelnöknek. Miniszterelnök úr, vagy miniszter úr, baj van az 56-os oktatással. A diákok keveset tudnak 1956-ról, és amit tudnak, az sem felel meg a valóságnak. Jó lenne valamiféleképpen ezt korrigálni. Két hétre rá kapok tőle egy levelet, és a kuratórium tagjait, azok a szabadságharcosok, de benne vannak az 56 előttiek is, meg recskiek is benne vannak, kaptunk egy meghívást, és kezünkbe nyomtak fejenként 12 darab történelmi könyvet. Na, itt van 12 könyv mindenkinek, olvassátok el, mondjatok véleményt, és utána össze fogunk ülni. Megkaptuk a 12 könyvet, hát abban olyan könyv is volt, ami teljes egészében ausztra kellett dobni, mert nem felelt meg a történelmi valóságnak. Könyvek egy része olyan javításokkal, meg egyebekkel, engedélyeztük, elnézést, mi voltunk, akik ezt vizsgáltuk, tovább a tanításra engedélyeztük. Sajnálatos dolog, hogy a történelmünkre, történelmünk tanításában olyan hiányosságok vannak, és nem megfelelően van megvilágítva a történelmünk, hogy azt jó lenne újból átböngészni, mert ezek is utána a könyvek kimentek, most jött egy másik változás, megint megváltoztatták a könyveket. Tehát emlékszem, mikor én iskolás voltam, nekünk a tankönyveink azok maradtak éveken keresztül, ott nem volt tankönyvváltás. Történelmi könyvünk is, meg egyebek, az meg voltak. Történelmi igazságokat végeredményben, azokat meg kellene tudni tartani, csak itt az a baj, hogy ezek az igazságok aszerint változnak, hogy milyen szél fúj. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.